Köszöntöm a Völgységi magazin nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom mai műsorunk rövid tartalmát. A Városnapját ünnepelték Nagymányokon. Gasztroverseny és kulturális műsorok várták az érdeklődőket Kakasdon. Elszármazottak találkozója Mucsfán. Hagyományos székely csürt adtak át Kismányokon. 2 ünnepet ültek az egybegyűltek Nagymányokon. Az ország születésnapja mellett ez a nap a várossá válás dátuma is a településen. Erre az alkalomra hívta el a Völgységi Város testvér településeinek delegációit is, megerősítve az eddigi együttműködést. A Nagymányokiak szeretett fúvó zenekara fújta a gyülekezőt augusztus 20-án. Ez a nap nem csak a nemzeti ünnepet, hanem a várossá válást is jelenti az itt élőknek. 13 esztendővel ezelőtt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mondta az ünnepi beszédet, aki ezúttal is visszatért a szónoki emelvényre. Mit jelent ma számunkra augusztus 20-a, amikor is Szent István örökét, a magyar államiságot ünnepeljük? Mit jelent számunkra ez az ünnep, amikor az új kenyér ünnepe is számunkra a jövőt jelenti? Sok olyan megpróbáltatáson mentünk keresztül az elmúlt években, mint amilyen a migráció kérdése, a pandémia, vagy akár most a szomszédban dúló háború, és azok a viszonyok, amiket ez teremtett, akár a gazdaságban, akár energiafüggőségben egyébben. Nagyon jól érzékelteti azt, hogy különösen ilyen viszonyok között, amit a globalizálódó világ is jelent számunkra itt a harmadik évezred, mondhatjuk már azt is, hogy a harmadik évtizedének az elején, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra egyrészt az összefogás, másrészt pedig annak az érzékeltetése, amiről egyébként én is beszélek, hogy István, Szent István sziklára építette ezt az országot, és ezt kell nekünk tovább ápolni és tovább adni, hiszen ez adhatja azt a fajta biztonságot ennek a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet, hogy tényleg ebben a világban is együtt tudjon működni, tudjon tenni azért, hogy a következő generációknak is ez a biztonságérzete meglegyen. A nyitottság jelenti azt, hogy beengedem a másik problémáját, és magamhoz húzom azt a fajta odafigyelést teszem, ami tényleg ennek az időszaknak a túlélését és az ebben történő boldogulást is jelentheti számunkra. Úgyhogy én ahhoz, amit polgármester úr mondott a nyitáshoz, hozzátennék még egy szót, ez pedig az összefogás. A jeles napon Nagymányok fogadta a testvértelepülések képviselőit is, akik a Covid-járvány miatt elmaradt találkozók után ezúttal átvehették az együttműködésük megerősítését bizonyító dokumentumokat. Az ünneplők között volt Nagy Attila, Zetelak a polgármestere is, aki szintén az összefogás és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Ez a magyarság, összmagyarság egyik nagyon fontos ünnepe, ezért nagyon örülök, hogy nem túl sűrűn tudok idejönni Nagymányokra, de hogy most sikerült elérnem, ennek nagyon örülök. Én mindig is azt hallottam, hogy ha testvértelepülési kapcsolatot alakítunk ki bárkivel, akkor az ne két polgármester vagy a képviselőtestület ritka találkozása legyen, és ott adott esetben ez a miszom, hanem az teljes tartalommal. Mindig is ezt próbáltam érvényesíteni, és hál' Istennek Nagymányok és Zetelak a kapcsolatába ez nagyszerűen érvényesül. Úgy a hivatalos kapcsolat a polgármesterre és a képviselőtestületi tagok között van, mint a nem hivatalos. Tehát baráti társaságok vannak, akik nélkülünk is egymás társaságát keresik, például a Derekegyházi másik testvértelepülésünkkel, Zetelaka, Derekegyháza és Nagymányok, egy baráti társaság, rendszeresen évente meglátogatják egymást, és különböző ilyen tevékenységekkel szórakoztatják egymást. Kulturális csere történik, tapasztalatcsere történik,
egymástól tanulnak, és én ennek örülök a találkozáskor, hogyha az ember nyitott egymás fel, egymás kultúrája, egymás tudás, egymásnak felhalmozott tudása iránt, akkor sokat tudunk tanulni egymástól. Én ma is tanultam. A mai világban sajnos egy-egy buborékba kezdtek az emberek szerveződni, egymásnak a véleményére nem vagyunk kíváncsiak, mind, csak a saját magunk dolgát szajkózzuk, és ezáltal, hogyha ezek a buborékok egymástól eltávolodnak, akkor itt hogyha nincsen tapasztalatcsere, nincsen kommunikáció, abból jó nem lehet. És én azt vettem észre, hogy ugye itt vannak a lengyel testvér település, itt vannak a német országi testvér település is, hogy milyen nyitott emberek vezetik ezeket a közösségeket, úgyhogy még van remény arra, hogy a jövő nem olyan sötét, mint ahogy sokan lefestik. Kalbéla polgármester azt mondta, visszatekintve az elmúlt esztendőkre, jól látható, hogyan fejlődött és lett igazán várossá Nagymányok. Az ország születésnapja, ami nagyon fontos szerintem, talán a legfontosabb nemzeti ünnep, a városnap, hiszen ezen napon lett Nagymányok hivatal, ünnepélyesen város, és hát a testvértelepüléseket is erre a napra hívjuk, hiszen ez egy olyan alkalom, amikor ők szívesen jönnek, mi szívesen látjuk őket. Most jelenleg itt vannak Lengyelországból, Jablonkáról, Reichesheimból, Németországból, Zetelokáról, Erdélyből, és sajnos a negyedik testvértelepülés tegnap előtt este lemondta az utazást, mert a polgármesteren kívül mindenki covidos. De visszafelé nagyon szép gondolatai vannak, hiszen azért ez a nap arról szól, hogy akkor lettünk város. Én korábban 2 évvel korábban lettem polgármester, nagy ambíció van a elképzelések, aminek azt kell mondanom, hogy a jelentős részét sikerült megvalósítani, és büszke is vagyok rá. Hát a jövő az már nekem sok mindenről nem szól, hiszen már nyugdíjas vagyok, és úgy gondolom, hogy ennek a ciklusnak a végén én visszavonulok. A városnapján bemutatkoztak Nagymányok művészeti együttesei is, köztük a Glückauf német nemzetiségi társcsoport is, akik jelentős szerepet játszanak a helyi németség kultúrájának további éltetésében. Többek között kakasfőző versenyt is tartottak a Kakasdi falunapon, azonban nem csak gasztronómiai, hanem kulturális programok is színesítették a rendezvényt, amelyen többek között a 4 testvértelepülés delegációja is jelen volt. 30 kiló húsból készült a kakaspörkölt. Augusztus 20-án nem csak az államalapítást ünnepelték Kakasdon, a hagyományokhoz híven ezen a napon tartják a falunapot is. Ennek során gasztronómiai és kulturális programok színesítették a rendezvényt. Olyan szerencsésen alakult Kakasdon itt, hogy ilyen szép nemzeti ünnepre tették a falunapot, amely kakasfőző versennyel is egybekötött. Nyilván az állami ünnepet ünnepeljük elsősorban, és ezért a programok is úgy kezdődtek, hogy ünnepi szentmisével, ott kenyérszenteléssel, ami a testvértelepüléseink részvételével zajlott. 4 testvértelepülésünk van, Deákiból, Csíkfalváról, Székelykakasról és Radiborból, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy minden testvértelepülésünk elfogadta a meghívást és részt vett rajta. Megáldotta a kenyért, kenyeret nyugalmazott püspökurunk Mayer Mihály, és egy cipót minden testvértelepülésnek át is adtunk. Ünnepséggel folytatódik itt a Kakasdi Általános Iskola udvarán a rendezvény, ünnepi köszöntővel, a Csillagösvény népdalkör előadásával, és a Német Egyesület is föllépett az énekkarával, nagyon szép produkciókat láthattunk, és Kakasdon a héten tánctábor is volt, és a kicsik is bemutathatták, hogy egy hét alatt milyen tudásra tettek szert, és egy nagyon kedves kis előadást láthattunk. Gajtule, hoppin gyári száva, ringi szuszkíri, szuszkíri. Édes uram, bár csak addig ez valla, ez valla. Kakas község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2 polgárunknak díszpolgári címmel jutalmazza a Kakasdért, a településért, testvértelepüléseinkért, a sportért, életért végzett tevékenységét, és itt több évtizedről beszélünk. Ezúttal Hilc Ádám és Szakács László Kakasdért tett több évtizedes munkáját ismerte el a község képviselőtestülete. Köszönöm szépen, hogy
megkaphattam ezt a címet, hogy nekem is ítélték. Köszönöm a sok éves, sok évtizedes munkám, amitől végzett munkát, Pakasdon, Pakasdért, és köszönöm az elismerést. Az elmúlt időben, években volt alkalmam több, tehát átvennem különböző díjakat, de legjobban legszebb ez lesz, amit itt kaptam Pakasdon. Most éket ez a pillanat, amikor ugyanis eddig én úgy tudtam, hogy adni nagyon jó, de most megtapasztaltam azt, hogy kapni is nagyon jó. Köszönöm szépen mindenkinek! Sokat köszönhetünk nekik, és a testvértelepülési kapcsolatot kezdetétől, és jövőben mutatóan is én azt gondolom. Itt olyan kiépült baráti kapcsolatok, összefonódások vannak már, hogy ők is fontosnak tartották, hogy jöjjenek hozzánk, mert nyilván ilyenkor egy utazás nehézségekkel is jár, így nyáron szabadságolások, de mi is mindig erre kiemelt figyelmet fordítunk, hogy delegációval képviseljük a Kakasdot, és meglegyen a folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés közöttük, és sokszor úgy van, hogy Kakasdiak látják vendégül a testvértelepülési családokat is, és ez még szorosabbá tudnak válni a kapcsolatok. Itt már barátságokról beszélhetünk. A nap során folyamatosan zajlott a főzőverseny, az ételeket zsűri értékelte és ajándékkal díjazták a résztvevőket. A versenyzők többsége azt mondta, a jó pörköltnek nincs titka. Hagyományosan, tehát otthoni kapirgálós kakast kerestünk, az összetétel, hogy jó legyen belerakva minden. Nem kell túlfűszerezni, és hogy megfőjön. Egy kis jó ízzel, 3-4 órát azért. Szépen lassan kell főzni a kakast, úgyhogy 3-4 órát följön. Nem az a cél, hogy helyezés, de nem utolsó sorban, igen, arra megyünk, hogy azért a dobogó felső fokára kerüljünk. Mi is ma főzünk, nem kevés kakast üsben, és akkor vendégül látjuk a meghívottakat. Az elszármazottaknak szervezett találkozót a Mucsfáért Egyesület, az eseményre csaknem 300 vendég érkezett. A program során többek között átadtak egy életfát, amely a székelyek, felvidékiek és németek békés együttélését szimbolizálja. Kint a szőlőmben emlékszem reája, desztakunyhónk előtt állott öreg apám diófája. Ha vihar támadt olykor, szőlőkötözéskor, dörgött az ég, csattant a villám, füstölt az úton a fölpaskolt por, bekújtam a kunyhóba, és onnan néztem, miként robognak a felhők fölöttem. Több mint 300 elszármazott ért vissza Mucsvára, ugyanis a Mucsfáért Egyesület az önkormányzattal együttműködve első alkalommal szervezett találkozót számukra. A mai napon először szerveztük meg Mucsfa életében az elszármazottak találkozóját, hazahívtunk sok-sok mucsfai elszármazottat, vendégül látjuk őket, ünnepi programunk kezdődött egy szentmisével, azután következett egy amatőr festő kiállítás megnyitója, régi képek kiállítása a kultúrházban, és a régi tablok kihelyezése a kultúrházban. És most egy órakor itt fog következni ennek az életfának az átadása, amit az alkalommal hoztunk létre, hogy a Mucsváról kitelepített németek helyére székelyeket és felvidékieket hoztak be. Az emlékmű a székelyek, felvidékiek és németek békés együttélését szimbolizálja. Ilyen még nem volt Mucsfa életében, ezért gondoltunk egy bátrat és egy nagyot, és megvalósítottuk álmainkat. A Mucsfáért Egyesület és az önkormányzat közösen és a mucsfai lakosok közös összefogásával
tudtuk megvalósítani mind a szervezést, mind a segítségeket, mindennek az adományfának és az emlékműnek a pénzügyi részét adományból sikerült megvalósítani a mucsfaiak és az elszármazottak, és akinek kicsit is a szíve csücskében van mucsfa, az segített nekünk akár pénzzel, akár segítséggel, hogy meg tudjuk valósítani ezt a napot. Emlékfa, őt egy mucsfai volt elszármazott ajánlotta föl nekünk, ő készítette saját kezüleg, és ő ajánlotta föl nekünk, és mi ezt így kiállítottuk. 14 órakor kezdődik, ugye itt az időjárás közben húzta számításainkat, úgyhogy újra terveztünk. Annak érdekében, hogy minél több elszármazott értesüljön a rendezvényről, az Egyesület egy felhívást tett közzé. Mindenki kapott a postaládájában egy papírt, ahol mire leírtuk, hogy mi mit szeretnénk, a Facebookon hirdettünk, és mindenki, minden mucsfai lakos szólt a rokonainak, az osztálytársaknak, a tanáraiknak, a mindenkinek, aki itt fellelhető volt régen a faluba, így közös összefogással a lakosok hívták igazából össze. Annyit kértünk, hogy regisztráljanak az ebédre, hogy tudjuk, hogy mennyi fővel tudjunk számolni. Az Egyesületünk 2017-ben alakult, és azóta folytak benne a munkálatok, és most a tavalyi évben újult erővel elkezdtük megint a munkálatokat, és azóta nagyon sok programot szerveztünk, akár egyedül, akár közösen mindent az önkormányzattal, és próbáljuk fellendíteni a falu apraja nagyját, életét, és úgy látszik, sikerünk van. Ez egy régi sztori, mert egy jó pár éve már gondoltak a képviselők, hogy egy ilyet kellene rendezni, és ugye újra indult ez a civil szervezetünk, és egy kicsit föllángolt, és egész jó a hozzáállás az egész így az önkormányzaton keresztül, meg így a civil szervezeten keresztül, és akkor így egyszerűbb volt ezt így közösen megrendezni, és akkor így az idén megpróbáltuk így egyszer megrendezni, és elméletileg reméljük, hogy sikeres lesz. Fönn már egy program lezajlott, de azt hozzá kell tennem, hogy tegnapi nap folyamán itt nagyon nagy változások voltak, itt az időjárástól elkezdve minden, a sátrakat elvitt a szél, széttörte, újra kellett tervezni mindent, elég nehéz volt, de próbáljuk, hogy jó legyen. Összejöjjenek a régi ismerősök, testvérek, rokonok, barátok. Nekünk is jöttek Szlovákiából, minden onnan rokonok. De lehet látni, hogy nagyon sokan tényleg visszajöttek és kíváncsiak a műsorra. Az eseményen Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Ünnepi beszédében Tamási Áron székely magyar író szavait idézte. Nagy öröm számomra, hogy ezen a kettős ünnepségen, mai napon itt lehetek mucsfán önökkel ünnepelni, emlékezni. Emlékezünk felvidékiekre, kitelepített németekre, bukovinai székelyekre, hiszen a történelem viharában különböző népeket, különböző korokban, különböző helyzetekben ide sodort erre a helyre a történelem vihara. Az, hogy az ember hogy születik, meg hova születik, az az égi mindenhatóságnak a döntése. Tamási Áron mondja az Ábel trilógiának a harmadik kötetében, Ábel Amerikában, hogy bizony valószínűleg azok a bankárok és gazdag emberek jól döntöttek, hogy nagy és tehetséges nemzetek népeiként születtek meg. De mi, akár székelyek, bukovinai székelyek, akár felvidékiek, akár németek, svábok, mi mikor, mondja Tamási,
úgy döntött a mindenható, hogy szülessünk magyarnak. Ha ezt mérte ránk a mindenható, hát vállaljuk ezt. Hagyományos technológiával, fából, ponyvás sáros vakolattal épült csűrt adtak át kismányokon. A helyiség pályázati forrásból valósult meg. Továbbá a régi kézműves szakmákat és egyben munkafázisokat mutat be egy állandó kiállítás keretén belül. Akárcsak Bukovinában úgy néz ki ez a pajta. Az elkészítési módja, a berendezések mind-mind megszólalásig hasonlítanak az eredetihez. Kismányokon közös összefogással épült meg ez a csűr, azzal a céllal, hogy különböző szakmák kellékei kapjanak benne helyet. A néprajzi táborunkat is minden évben megrendezzük. Most már ez a negyedik, hogy Kismányokon kerül sorra. És hát tulajdonképpen mindig sátrat kellett fölállítani, meg olyan módon valahogy a gyerekeket ugye foglalkozni, hiszen bent az épületben a portán nem tudtunk faragni, meg egyéb dolgokat, és akkor jött a gondolat, hogy bővítenénk. Mégpedig egy az, hogy a régi szakmákat megőrizzük, amennyire lehet még átmenteni az utókor számára a fogásokat, illetve azokat a tárgyakat, amit még föllelhető. Ugyan sokat nem hoztak a bukovinai székelyek, hiszen Bácskából menekülni kellett, és ami elfért a szekérderékbe. Úgyhogy de igyekeztünk mindent autentikusan berendezni, úgyhogy most készült át, illetve most fogjuk tulajdonképpen átadni ezt az épületet, ezt a helységet, csűrnek nevezzük, hiszen a külalakja is egyértelműen mutatja. Borona épület, tehát ez kimondottan figyeltünk arra, hogy hasonlóan készüljön a szerkezetileg is, mint ahogy Bukovinában láttuk, és ott lefotóztuk, illetve méreteztük. Úgyhogy ennek megfelelően épült ez az épület is, azzal, hogy ahogy említettem, szakmákat is egyrészt, másik az, hogy a közösség számára is bővítendő, és tényleg itt már különböző programokat tudunk szervezni. A kis alapterület pajtába igyekeztek az alkotók minél több régi szakmát és annak eszközeit bemutatni. Asztalos műhelyt is szeretünk, ugye kis műhelyeket, mindegy a gyerekeket is nem egy valamire szeretnénk, hiszen van, akit az ének érdekel, van, akit a tánc, van, akit a fafaragás, hiszen az is van, és így ennek megfelelően próbáltuk a szakmákat csoportosítani, és így jött, hogy asztalos műhelyt alakítottunk ki, kovács műhelyt is nagyon szeretnénk, de hát az sajnos nem kaptunk eszközöket, illetve nem sikerült még beszerezni, de amint lesz, akkor most kipótoltuk egyfajta koronggal, korongozó eszközzel, amivel végül is, hát ugyan Bukovinában én nem tudok róla, hogy volt ilyen, de hát majd levártjuk, hogyha a helyzet úgy hozza. Úgyhogy végül is még van ugye a szakmámnál maradva, tehát cipőkészítő, illetve csizmadíja, valamint szűcs szakmát is szeretnénk, illetve bemutatva, hiszen az ősz folyamán, az elmúlt év során került sor a szűcs hímzésre, ami végülis nagy sikerrel volt az emberek számára, és ezt szeretnénk bővíteni, illetve tulajdonképpen azt is bemutatva, kedvet adni arra, hogy ezt a régi, tulajdonképpen nagyon szép szakmát újra tanulják, meg újra kell sajnos sok mindent tanulni. A helyiségben kemencét is építettek, megmutatva, hogy a régmúltban mivel főztek és fűtöttek az emberek, illetve egy szövőszék is gazdagítja a csűr berendezését. Itt ma úgy készült, hogy mindenképpen használható, úgyhogy fogjuk is használni, bízom benne, illetve hát úgy próbáljuk majd bezárni, illetve fűthetővé tenni, hogy majd a később időben is, hiszen a téli időszakban is ugye a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokásaink vannak, amit hasonlóan szeretnénk itt is újra és újra, csoványodástól kezdve sok minden van, amit újra indítani, és hát kedvet adni, mert itt, ha nem éljük, akkor elveszik minden.
A pajta építését még februárban kezdték meg közös összefogással, mindenki hozzátette a maga tudását az építkezés során. Ugyan még a tetőszerkezetet be kell fejezni, de a csűr már így is használható állapotban van, és bárki számára látogatható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!